célt nem szolgálnak, csak ezen spekuláns ingatlan fejlesztők érdekeinek a kiszolgálását. Ennek alátámasztására egy nagyon röviden szeretném, már csak azért is, mert az idő meglehetősen előre haladt és be van szűkítve az időkeretünk, fölvázolni a jelenlegi önkormányzati rendszert, hogy hogyan működik ebben az építés szabályozás. Normális esetben az önkormányzatok, amikor település rendezéssel foglalkoznak, egyszerre két szereplőként vesznek részt a történetben. Egyrészt gazdasági szereplők, hiszen nekik is fontos, hogy mennyit ér a saját telkük. Másrészt viszont, most idézőjelben mondom, hogy érdektelen szereplők is, hiszen függetlenül attól, hogy ők nekik van-e tulajdonuk vagy sem, kell jogszabályt alkotniuk. Mondom, ez a normális helyzetben, ez a két szerepkör el is választható egymástól, nem olyan nagy ellentét ez, hogy ne lehessen feloldani. Csak sajnos ma Magyarországon minden önkormányzat, kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag mind a 3200 önkormányzat koldussá lett téve, mert az elmúlt 20 évben messze nem kaptak annyi pénzt, amennyi kellene ahhoz, hogy fent tudják tartani saját magukat. Ezért aztán, amikor jön az ingatlan befektető, az ingatlan fejlesztő, az ingatlan spekuláns, mindennek ellen tudnak állni az önkormányzatok, csak éppen a kísértésnek nem. És ez a probléma az, ami ebben a törvényi szabályozásban megjelenik, mert ezek voltak az általam felsorolt eszközök, amelyek még utoljára, utolsóként a szakma kezében ott voltak. Tehát amikor egy települési főépítész találkozott egy T-betűs áruházlánc, aminek a nevét sem mondjuk ki, képviselőjével, akkor itt voltak ezek az felsorolt eszközök, amelyek még ott voltak a kezében, amivel egy kicsit meg lehetett szorongatni a befektetőt, egy kicsit lehetett orientálni. Mondok egy pozitív példát ezzel kapcsolatban. Itt Budapest környékén van egy olyan város, ahol, hogyha ez az előbb említett T-betűs áruházlánc esetleg még véletlenül valaha úgy gondolná, hogy a telkén építeni akarna, hát minimum zsupfedéllel, pitvarral és tornáccal kéne, hogy megépítse a saját kis bótját. Mert volt eszköze a kezében a főépítésznek, a képviselőtestületnek, a tervtanácsnak arra, hogy egy kicsit orientálja, úgy mondjam, a befektetőt. Na most ez az, ami rendkívül beszűkül. Ezek a lehetőségek szűkülnek be. Még egy mondatot engedjenek meg. Az pedig, ami a 90 milliós értékhatáros beruházásokkal kapcsolatban le van írva, az egész egyszerűen arcpirító. Tetszik tudni, mi kerül ma Magyarországon 90 millió forintba? Oszkó Péter túlépített villája, Gyárfás Tamás villája, amit kicsit beleépített a természetvédelmi területben. Ezek a nemzetgazdasági kiemelt célok? Köszönöm szépen. Két perces hozzászólásra megadom a lehetőséget Szatmári Kristóf képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm szépen, én csak egy technikai észrevételt tennék, hogy kérném a ház vezetését, hogy a módosítványok beadására ne a napirendi pont végig, ne 6 óráig, hanem az ülésnap végig legyen lehetőség adott törvény kapcsán. Köszönöm. Van, egyik oldalról van napirendünk, másrészt a bejelenteni valóim közé majd hozzátartozik, hogy ha jól emlékszem, az MSZP és a Fidesz frakció kezdeményezésére 18 óráig, a határozathozatalok végéig lehet benyújtani a módosító javaslatokat, ebben állapodtunk meg, ez szerint megyünk tovább, egyébként ez egy ügyrendi javaslat volt. Most akkor hagyj lépjünk tovább, megyünk a rendes menetrendünk szerint, ahol normál szót kért Berta Szilvia képviselő asszony a Jobbik részéről. Tessék nézni az időt, mert 3 perc, 11 másodperc, bocsánat, én vettem meg 2. Köszönöm a szót, elnök úr. Ezt megpróbálom betömöríteni. Tehát én az adócsomag első és második fejezetéhez fűznék néhány gondolatot. Az első fejezet, ami ugye az adórendszeren kívül keresettel járó foglalkoztatásról szól, vagyis a háztartási alkalmazottakról, ott azt kérnénk figyelembe venni majd a végrehajtási rendelet megalkotása során, hogy itt egyszerű emberekről van szó, mint alkalmazókról, tehát nem lehet olyan szintű cégszerű precízséget elvárni mondjuk a bejelentés, illetve a regisztrációs díjfizetés terén, hogy mondjuk, hogyha az első alkalommal, amikor foglalkoztatják adott hónapban még nincs bejelentve, akkor már 100 000 forint bírságot rá lehet szabni ezekre az alkalmazókra, hiszen csak gondoljuk bele, most a nyár kapcsán elmennek nyaralni az egész család, és közben a kerti munkát elvégzi a hónap első napján a kertész.
és akkor már is büntethető lenne adott esetben az alkalmazó. Tehát itt azt kérnénk, hogy arra legyenek tekintettel, hogy tényleg a szándékos rosszhiszemű csalókat büntessék, ne pedig az adott esetben tévedésből vagy élethelyzetből adódó mulasztásokat. El kell ismerni, hogy a gazdaság kifehérítése szempontjából tényleg komoly jelentősége van annak, hogy bejelentési kötelezettség van, illetve a törvényjavaslatban lévő munkáltatói igazolási kötelezettségnek. Ez a jövedelmi igazolás akkor lenne különösen hasznos, hogyha a lakossági hitelek piacán is el lehetne fogadtatni, és így a háztartási alkalmazottként jövedelemre szertevő társadalmi réteg is kedvezőbb hitelpiaci lehetőségeket tudna igénybe venni szükség esetén, és így nem lennének annyira kiszolgáltatva a semmit nem kérdező, de ezért cserébe uzsora kamatnak megfelelő THM-mel dolgozó szervezeteknek, mert jelenleg ugye ez a helyzet. Amit viszont kifejezetten megalapozatlannak tartunk, az az, hogy azon munkavállalók, akik javítási, állagmegóvási, felújítási munkát végző vállalkozás alkalmazottjaként dolgoznak, azok ne végezhessenek főállású profiljukba vágó háztartási munkát ugye magánszemélyeknél. Ugye ezek az emberek természetes személyek, tehát ők nem számlaképesek, egyéb módon nem tudják egyszerűen elvállalni az ilyen munkát, tehát vagy feketén fognak dolgozni, vagy pedig elesnek egy adott esetben mellékjövedelemtől. Ennek orvoslására egyébként módosító javaslatot is benyújtottunk. A közszolgálat területén munkavégzése irányuló jogviszony megszűnésével összefüggésben kapott bevétel különadója, vagyis hát közérthetőben a végkielégítések különadójának szabályozásával kapcsolatban is vannak aggályaink. Itt fölöslegesnek tartjuk például ezt a 60 napra számított összeg meghatározását, ugyanis valójában a törvény értelmében a 2 milliós határ mindig a mérvadó. A 60 nap az semmilyen helyzetben nem meghatározó, ezért valójában fölöslegesen terheli a jogszabályt. Az pedig, hogy ezt a különadót a törvény hatályba lépését megelőző időszakra is ki akarják vetni, tehát visszamenőleg, az pedig hát több mint aggályos, valószínűleg alkotmányossági kérdést is fölvet. Ugyanis egy adott időben érvényben lévő jogszabályok alapján leadózott, majd talán már el is költött jövedelmet újra utólag megadóztatni, hát az több mint aggályos, és azt hiszem, hogy ezt nagyon nem kell magyarázni, hogy miért. Köszönöm a szót. Megkérdezem a tisztelt házat, hogy kíván-e még valaki szólni, mert senkit nem látok bejelentkezve. Normál szót kért Tukacs István képviselő úr, tessék parancsolni. Tukacs István, képviselő kártyája, megvan, rendben, tessék. Kösz a jó tanácsot. Tisztelt elnök úr, tisztelt háza, rendelkezésemre álló mérhetetlenül hosszú időben nem a vita összefoglalására, hanem a szocialista álláspont összefoglalására szeretnék törekedni. És hát szeretnék eleget tenni annak a megbízásnak is, amellyel a frakcióm megbízott, hogy szóljak a előttünk fekvő csomag egyetlen eleméről. Álláspontunk összefoglalásához fel kell idéznünk Rogán Antalnak azt a véleményét, amelyet tulajdonképpen egy tegnapi Szijjártó Péter véleményt erősített meg. Mind a két álláspont úgy szólt, hogy íme újra Európa éllovasai vagyunk. Sajnos Szijjártó úr a magabiztos önfeledtségével, amikor ezt elmondta, tévedett. A magabiztosság és az önfeledtség az a tudatlanság magabiztossága és a tudatlanság önfeledtsége volt. Európa jelen pillanatban azt az álláspontot osztja, amely alacsony költségvetési hiányt ír elő, amely szigorú költségvetési gazdálkodást ír elő, amely 3,8 számmal, ezzel a számmal volt körbeírható a jelenlegi kormány és a különféle európai szervezetek tárgyalásain. Ezért tehát azt gondolom, hogy minimálisan azt rögzíteni kell, hogy az a helyzet, amelyből a kormány indult, az egy szigorú és takarékos költségvetési helyzet a bajnai kormány válságkezelése folytán. Mi következik ebből? Egyfelől az következett ebből, hogy azok a nagyon kínossá vált Kósa Szijjártó féle mozgástérkereső manőverek, amelyek romba döntötték a forintot, azok nem jártak eredménnyel, ezért kellett egy gyors reakció, ez volt ez a bizonyos 29 pont. Amelyben véleményem szerint nem az a lényeg, hogy mi van benne, hanem hogy mi maradt ki belőle. Kimaradt belőle az a vágy, amellyel a Fidesz a maga ígérethalmazát próbálta meg teljesíteni. Kimaradt belőle mindaz, amelyet ugyan megígért, hogy teljesít, visszacsinál, pótköltségvetést nyújt be, megváltoztat,
és került elénk egy kényszerhelyzetben született javaslatsor, a kényszerhelyzet szülte javaslatsor pedig vegyesre sikeredett. Ezért tehát sem azt nem osztjuk, hogy ez a gazdaságot új pályára helyezi ez a javaslatcsomag, sem azt nem osztjuk, hogy gazdaságpolitikai fordulatot jelent az ország életében. Ez egy nagyon vegyes, részben apró lépésekből, részben népboldogító ügyekből álló csomag volt. Itt jönne ez a bizonyos blokk, ami rám van bízva, a pálinka ügy volt ez. Azt hiszem, erre különösebben szót nem kell vesztegetni, mindenki tudja, hogy ennek a lényege az az, hogy mindenki főzni fog, nem 50 liter többet, mindenki árusítani is fogja, nem családba inni, hanem máshol is. Elszámol majd, aki el akar számolni a jelenlegi minőséget produkáló gyártókkal. Tisztelt ház, tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr, véleményünk az előterjesztéssel kapcsolatban nem változott a vita végén, és ezt tudjuk megerősíteni, alkalmatlan arra, amire számták. Köszönöm szépen. Normál szót kért az időkereten belül Varga László képviselő, KDNP képviselőcsoportjától. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Nagyon csodálkozom azon, hogy épp egy magát szocialistának nevező párt előző felszólalója mondja ezekre a törvényekre, hogy népboldogító. Én azt vallom, hivatásomnál fogva is, hogy igenis arra kell törekednünk mindannyiunknak, hogy a másik embert boldogítók legyünk. Egy kormánynak pedig arra kell törekedni, hogy népét, nemzetét boldogítónak tudja a maga munkája nyomán. Én azt tapasztaltam az elmúlt időben, az elmúlt hetekben, hogy az Orbán kormány mindent megtett azért, a határon kívül és határon belül, vagy a világon bárhol élő magyar nemzet fiainak, hogy valóban boldogítsa őket, jó érzést teremtsen bennük. És ez a törvénycsomag pedig valóban nem más, kedves képviselőtársam, mint a népet, az embert, a polgárt segítő törvények gyűjteménye, apró lépések valóban. Én nem gondolom, hogy önök azt gondolták volna, hogy az Orbán kormány olyan ügyes lesz, hogy egy csattantásra mindazt el fogja intézni 3 hét alatt, amit önök 8 év alatt elrontottak. Egy kicsit több időt adjanak már nekünk, legyenek szívesek, és én ígérem, hogy megpróbálunk ennél többet is tenni, de én nagyon örülök annak, hogy ez nép boldogító csomag. Ha ön így elnevezte, akkor legyen ennek a neve valóban az. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nem látok több bejelentkezőt, ebben az esetben megadom a szót Cséphalvai Zoltán államtitkár úrnak, aki a vitában elhangzottakra kíván válaszolni. Államtitkár úr, önné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Mielőtt részleteivel átérnék néhány pontra a 29 pontból, engedjenek meg egy rövid kitérőt, mert nagyon sokszor elhangzik itt az a kijelentés, hogy a bajnai kormány milyen sikeres válságkezelést valósított meg. Akkor engedjék meg, hogy néhány számot felolvassak, mert azért jó, hogy számokkal is tisztában vagyunk. 2007-ben, tehát még a bajnai kormány előtt, a GDP növekedés 1,1% volt, 2009-ben mínusz 6,2. 2007-ben a munkanélküliségi ráta 7,4% volt, 2009-ben 10%. Mennék még tovább is egyébként. Ugye, mi történt? Hát egy nagyon hatalmas adósság tömeget vett fel ez a kormány, 14,2 milliárd eurónak megfelelőt. Hadd idéznék a pénzügyminisztérium sajtóközleményéből, 2009. december 21-e. Ez előre prognosztizálja 2011-től egyébként az IMF EU hitel törlesztését. Akkor mondanék egy számot. 2011, 537 milliárd 400 millió. Ennek költségvetési terhe egyébként 287 milliárd forint. 2013-ban egyébként ez a törlesztés 916 milliárd.